Sziasztok! A mai videó megnézése után valószínűleg nem fogtok többé bolti májkrémet venni. Ennek két oka is van, az egyik, hogy elárulom, hogy miből készülnek ezek a májkrémek, a második pedig, hogy megmutatom, milyen egyszerűen, gyorsan és egészségesen elkészíthetjük otthon magunk ezeket. Tudtátok, hogy a boltban kapható májasok májkrémek alig 20-25%-ban tartalmaznak csak májat? Engem sokkolt ez az információ, amikor rátaláltam, amikor készültem ehhez a videóhoz recepttel. Máj helyett kapunk egy csomó vizet, cellulózzal megkötve, térfogatművelőgyanán, gyártási szalonnát, talán egy kevés húst, a jobbakban fűszereket, hagymát, a rosszabbakban pedig ízfokozókat csak. Valljuk be, ez így nem túl étvágygerjesztő. Pedig egy kis aprítással, sütéssel, akár fél óra alatt otthon mi magunk is egy nagyon egészséges és finom májpástétumot hittyenthetünk össze. A májkrémről talán nem az a szó jutna először eszünkbe, hogy egészséges. Pedig nyugodtan hívhatjuk hangzatosan superfoodnak. Miért is? Perjes Kingának van is erről egy nagyon jó írása, ezt beleteszem lent a leírásba. Szóval egy megfelelően elkészített májkrémmel, májassal csak nyerhetünk. Lássunk is hozzá! Kezdjünk egy gyors mítoszrombolással. Baromfi májat nyugodtan lehet sózni hőkezelés előtt, közben és után is, nem fog megkeményedni. Szóval akkor vegyünk egy kiló csirkemájat, tisztítsuk meg és aprítsuk fel olyan 2-3 centis darabokra. Sózzuk meg és hagyjuk állni egy fél órát, amíg elkészítjük a tisztított vajat, vagyis a ghee-t. Ehhez vegyünk egy 200 g-os jó minőségű vajat. Ha tudunk, használjunk szabadtartású állattejéből készültet. Ha boltban keresünk ilyet, akkor az északi márkákat keresünk, ír, dán, norvég vajak mind jó minőségűek. A vajjal annyi a teendőnk, hogy felkockázzuk, és egy lábosban alacsony lángon elkezdjük melegíteni szép lassan. Tényleg alacsony fokozaton csináljuk, hogy ne égjen meg. Nagyjából 20-25 perc óvatos bugyborékolás után tisztítsuk meg a tetejét a felgyülemlett habtól, és öntsük egy hűálló tálba, figyelve, hogy az alján összegyűlt cucc ne kerüljön bele. Most nem mennénk bele, de a leírásba teszek néhány linket, ahol megtaláljátok, hogy miért is jó választás a ghee. Következő lépésként melegítsük fel a serpenyőt két evőkanál ghee társaságában, és kockázunk fel egy nagy vagy két kisebb vörös hagymát. Ha forró a ghee, mehet bele a hagyma, és még 3 gerezd felaprózott fokhagyma. Kever, kavar, pirít, és ha megpuhult a hagyma, zúdíthatjuk mellé a májat. Nagy lángon, sűrűn átforgatva, 4-5 perc alatt meg is sül a máj. Ízlés szerint itt megkínálhatjuk egy deci száraz vörösborral. Ebben az esetben főzzük tovább, hogy elfőjön belőle az alkohol. Jöhetnek a fűszerek. Szerecsendió, majoranna, füstölt paprika, bors. A teljes receptet a pontos mennyiségekkel megtaláljátok a leírásban. Ha már látjuk, hogy sehol sem nyers a máj, kapjunk ki egy darabot, vágjuk félbe és ellenőrizzük, hogy belül is átsült-e. Ha így van, akkor tegyük ki egy nagy tálba hűlni, kész is vagyunk. Azoknak egyszerűbb dolguk van, akiknek nem romlott el a késes aprítójuk, nem úgy, mint nekem, de ahogy a példa is mutatja, egy botmixerrel is meg lehet oldani a pépesítést. Sőt, akár krumpli nyomóval is operálhatunk. Sok recept ír töménytelen mennyiségű zsírt vagy tejszint, szerintem ezek totál feleslegesek. Az aprítóval vagy mixerrel elértük a számunkra kellemes állagot, végezünk egy utolsó kóstolást, igazítsuk a sósságot, majd tegyük át egy üvegfalú edénybe az elkészült májkrémet. Lezárva akár egy hétig is eláll a hűtőben, de ha még nyakon öntjük egy rétegnyi ghee-vel, akkor még tovább is, hiszen ezáltal légmentesen lezárjuk a májunkat. Az egyik legjobb felhasználási módja, ha egy szuper ízletes vietnámi banh mi szendvicsbe kerül, erről itt a sarokban meg is találjátok a videómat. Ha tetszett a videó, akkor dob kérlek egy lájkot, hogy a YouTube másoknak is megmutassa, és iratkozz fel, ha nem akarsz lemaradni a következő receptemről.